145 ezer határsértőt állítottak meg idén eddig a magyar határnál. Ez csak nem háromszor annyi, mint tavaly augusztus közepéig. Egyelőre nem látni olyan jelet fejleményt Afrikában vagy Ázsiában, ami csökkenthetné az Európába irányulók számát, vagyis a bevándorlási nyomás egyelőre biztosan nem enyhül. Németi Noéminak érkezett vendége. Köszönöm szépen, és nem csak, hogy nem enyhül, hanem szakértők szerint az élelmiszerválság, a gabonaválság miatt tömegek indulhatnak meg Európa felé, Afrikából. Erről is beszélgetünk Szejfo Omárral, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatójával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen terhet róhat a magyar határvédelemre a következő hónapokban, hogyha tömegek indulnak meg Afrika felől Európába? Hasonlót, mint eddig, sőt fokozódót. Azt látjuk, hogy Szerbiában helyi források szerint egyre nő a nyomás. Tavaly hozzávetőleg 40 ezer ember érkezik, és stabilan 10 ezer vagy 10 ezer fő felett tehető azoknak a száma, akik Szerbiában tartózkodnak, és szeretnének tovább jutni északra, elsősorban Magyarország irányából az Európai Unióba. Ugye Magyarországra Szerbia, a magyar határhoz Szerbia felől érkezik a legtöbb illegális bevándorló. Szerbiában az adatok most azt mutatják, hogy több mint 10 000-en várakoznak. A befogadó központok megteltek, túlterheltek. Mit jelent ez? Megmutatkozik-e ez a magyar határon a próbálkozások számában adott esetben? Ő megmutatkozik, azt látjuk, hogy tavaly augusztus elején hozzávetőleg 124 ezeren, vagy bocsánat, tavaly egész évben 124 ezeren próbáltak átjutni Magyarországra, most már 15 ezerrel meghaladtuk a teljes tavalyi számot, és ez a nyomás várhatóan egyre nőni fog. Azt látjuk szintén Szerbiában, hogy nem is tudják egészen pontosan, hogy hány migráns tartózkodik az ország területén, ahogy ön is mondta, megteltek a befogadó központok, nagyon sokan pedig biztonsági okokból a befogadó központokon tapasztalható állapotok miatt nem is regisztrálnak, nem jelennek meg gyakorlatilag a hatóságoknak a monitorán. A szerb hatóság is elsősorban a déli határra figyel, a beáramlást próbálja valamilyen szinten ellenőrizni, az északi határa, a Magyarországgal közös határa sokkal kisebb figyelem irányul. És egyre nagyobb a feszültség a bevándorlók között, és itt az M1-en is több olyan nyilatkozat jelent meg a bevándorlóktól, ahol arról beszélnek, hogy inzultálják egymást. Ezt a feszültséget tovább viszik a déli határhoz a próbálkozásaik során? Azt látjuk, hogy akik most érkeznek, elsősorban fiatal férfiak, különböző hátterű, különböző nemzetiségű fiatal férfiak, ahol természetesen, hogyha személyek között bármiféle konfliktus felmerül, akkor ez hamar egy kollektív csoportok közötti feszültséggé fog alakulni. Természetesen van feszültség, amit ahogy ezt terepmunkákon mi is tapasztaltuk Szerbiában a bevándorlók részéről, viszont azt kell látni, hogy akik valójában agresszívak a határon, azok az embercsempészek, hiszen a bevándorlók, a migránsok fizetnek egy szolgáltatásért az embercsempészeknek, hogy juttassák át őket Magyarországra, aminek nagyon gyakran az a módja, hogy egy helyen elterelik az embercsempészek a határőröknek a figyelmét, dobálják őket, inzultálják őket, majd más területeken, arrébb egy kilométerrel, vagy akár csak pár száz méterrel mások megpróbálnak átjutni a határon. És hát arról is szólnak a hírek, hogy fegyvereket is találnak a hatóságok, akár az embercsempészeknél, akár a migránsoknál. Ezeket a fegyvereket mire használják? Elsősorban megint csak az embercsempészekről van szó, akik valóban rendelkeznek fegyverrel. Ez bár a médiában nemrég jelent meg, ez már hosszabb évekre is dokumentálható. Azt látjuk, hogy a fegyvereket elsősorban az illegális piacon szerzik be jugoszláv államokban, és elsősorban azért tartanak fegyvert, nem feltétlenül a határőrök ellen, hanem azért, hogy a rivális területekért küzdő migráns csoportok a maguk pozícióját megerősítsék, és megvédjék a maguk területét a többi rivális csoporttól szemben, illetve azért is, mert pénzvisszafizetési garancia nem minden esetben van, és természetesen egy ilyen feszült helyzetben előfordulhat, hogy az ügyfelek, a migránsok számon kérik a kudarcot, vagy bármi egyebet az embercsempészeken, ezért is tartanak fegyvert, ami elrettentő erővel bír. Hogyan kerülnek akkor ezek a fegyverek mégis a bevándorlókhoz? Jellemzően az embercsempészek rendelkeznek ezekkel a fegyverekkel, hogy ők ezt a határ melyik oldalán használják, hát jellemzően inkább a szerben, de nem lehet kizárni, hogy egy idő után Magyarországon is megjelenik. Az interneten, közösségi médiában az embercsempészek által üzemeltetett közösségi média felületeken nagyon gyakran megjelennek olyan videók, ahol fegyverrel pózolnak az embercsempészek, ezzel erőt demonstrálnak, sőt olyan videóról is van tudomásunk, és láttunk is számos ilyet, ahol egymással bánnak el különböző mértékű fellépéssel az embercsempészek, hogy ezzel is demonstrálják a maguk erejét.
Ezek a feszültségek a bevándorlók között miből adódnak? Leginkább abból, hogy fiatal férfiak egy stresszes helyzetben vannak. Már hosszabb utat megtettek, jelentős összegeket költöttek arra, hogy eljussanak idáig. A magyar határszakasz egyébként nagyon jól őrzött, a többi a balkáni határokhoz képest kifejezetten drága átjutni Magyarországról Szerbiába, adott esetben 2000 eurót is elkérhetnek. Ez is egy jelentős kiadás, ami ugyancsak növeli a stresszt. Beszéltünk már a szerb adatokról, a szerb menekültügyi főbiztos úgy fogalmazott egy interjúban, hogy a nyári hónapokban felgyorsul és megnő az országba érkező illegális bevándorlók száma. Ezt mi okozza? A határőröknek vagy a határőrizetnek korlátozott a kapacitása. Természetesen nyáron az egyéb forgalom, a turizmus miatt, a szabadságolások miatt megnő, tehát kisebb figyelem esik, vagy szükségszerűen kisebb figyelem esik az illegális határátlépéseknek a monitorozására. Emellett az időjárás is kedvező. Ez elsősorban a mediterrán térségben, a tengeren érezhető, ahol természetesen jobb időben többen vágnak neki a tengernek, de hasonló a helyzet a szárazföldi útvonalakon is, ahol ha jobb az idő, akkor nagyobb embertömeg indul el. És hát ugye Szerbiában az a szabály él, hogy nem toroncolják ki az odaérkező illegális bevándorlókat, hanem csak visszaszállítják az ország déli határához északról, és így egy-két napon belül újra megjelenhetnek a bevándorlók a magyar határnál. Ez a szabály mennyire jelenthet vonzó erőt a migránsoknak? Azt látjuk, hogy Szerbiának nagyon komoly ambíciói vannak az Európai Uniós tagság szempontjából. Azt látjuk, hogy nem szeretnének konfliktusokat vállalni, nem szeretnének olyan bizottságoknak, csoportoknak a keresztüzébe kerülni, akik elmarasztalhatják, emiatt hátrányt szenvedhetnek ezen a téren. Ezért próbálják elkerülni az úgynevezett pushbacknek az alkalmazását, ami azt jelenti, hogy egy adott ország a másik országba nyomja vissza az illegálisan érkezőket. Tehát számukra ez a megoldás marad, hogy északról délre szállítják a migránsokat, de ahogy ön is mondta, ez nem jelent megoldást, hiszen szárazföldön bármikor újra próbálhatják, és újra is próbálják az átjutást Magyarország fele. Szlovéniában pedig a baloldali kormány azt jelentette be, hogy lebontják a határkerítést. Ez jelenthet vonzó erőt az ideérkezőknek, és eltolódhat-e a migránsok útvonala Szlovénia felől Magyarország irányába? A migráció olyan, mint a víz, tehát mindig a kisebb ellenállás fele folyik. Hogyha a Szlovéniában megváltozik a helyzet, és könnyebb lesz átjutni, különösen mivel Magyarországon megtörténik, vagy folyamatosan történik az erősítése a déli kerítésnek, és történik a toborzás és a határvadász egység kialakítására, feltételezhető, eddigi tapasztalataink szerint nagyobb embertömeg fog Szlovénia irányába megindulni, de ezt egyelőre még nem látjuk. Egy hete kezdődött meg a magyar határkerítés megerősítése. Most Szlovénia és Magyarország között nincsen műszaki határzár, szükségessé válhat a határkerítés meghosszabbítása Szlovénia felé? Ez elképzelhető, egyelőre még nem látjuk a folyamatokat, de egészen biztosan várható az, hogy tömegek fognak abba az irányba is elindulni, tehát várhatóan célszerű lesz. Szejfó Márnak köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Köszönöm szépen.